Jó estét kívánunk! Köszönjük szépen! Az elmúlt hét termése legalábbis az én számomra az volt, hogy ahány ismerősöm van, annyian kérdezték meg, hogy tényleg mindenki gyűlöl-e ebben a csapatban, vagy csak úgy... Nem, jó. Csak téged! Köszönöm! Szó szerint ezt mondtam én is. Egyelőre engem mindenki. És hál' Istennek az önök játékos kedve megmaradt, alig győztük feldolgozni a jobbnál jobb kommentárokat a következő hírre, a múlt héten feladott hírre, ez így szólt. Amennyiben az önkormányzat nem jelöli ki a türelmi zónákat, úgy ez a feladat is Pintér Sándorra hárul. Juhász István Budapestről a következőt teszi hozzá. Ezek után a Rákóczi teret úgy hívják majd, hogy Budapest 1084 Pintér. Következő bögre nyertesünk. Elvehetem egy pillanatra? Jó, oda is adom, ha kell. Jó. Köszönöm. Ugyanazt tisztuk? Nem, én már beleittem, de lehet, hogy ez jó. Következő bögre nyertesünk Holler Tibor Győrből. Most már az örömlányok is a belügyminiszter alá fognak tartozni. E-mailed postacím nélkül érkezett egy nem is igazán kommentár, inkább csak egy javaslat a türelmi zóna helyét illetően. A türelmi zónát Bugyi és Mogyorót között kéne kérni. És ez az a hét, amikor kivételesen 4 bögrét is oda tudunk ítélni játékosainknak. Negyedik nyertesünk Varga Zoltán Gyuláról. Pintér úr legalább megnyugodhat, így biztos nem lesz bárca nélküli miniszter. Várjuk észrevételeiket, kommentárjaikat. Az angol Manchester Evening News című labból ollóztuk. A 6-os számú csomópont még tervezés alatt áll, mondta a Környezetvédelmi Minisztérium szóvivője. Arra a kérdésre, hogy hol lesz, a következőket válaszolta az angol miniszter. Még nem vagyunk biztosak a pontos helyében, de úgy vélem, hogy az 5-ös és 7-es csomópont között fog elhelyezkedni. Erre kell kommentárokat küldeni. Néhány e-mailből azért engedjétek meg, hogy idézzek. Kedves Laci, szóval hallottam a legutóbbi adásban, hogy mennyi lány felhívta a szüleidet, hogy milyen aranyos vagy. Megadnád a szüleid telefonszámát? Én is szeretnék nekik valamit mondani. Aláírás Béla. Nyakas István Budapestről pedig szemrehányást tesz. Kedves heti hetes, ha lett volna a nyáron heti hetes, nem jönne most a második gyerek. Ne tartsatok szünetet! Végezetül pedig Zoli bácsi aláírással a kormány és a főváros megbékéléséről értesít bennünket egy kedves nézőnk. Demszky Gábor többször is megismételte, a kormány fúrja a 4-es metrót. Hol itt a gond? Ma esti vendégünk, Bajor Imre! Gálvölgyi János! Hernádi Judit! Verebes István! Havas Henrik és Farkasházi Tivadar. Taposunk a lovak közé. Egyéves... Most tényleg ne haragudj, de már a bemutatkozásnál észrevettem, hogy tényleg, hogy Pista, komolyan ezt beszéljük meg, hogy a Henrik, akivel kifejezetten nem vagy jó, bár ezt látjuk, hála jó Istennek, hogy mit szólsz hozzá egy 10-15 évet fiatalodott, ilyen kis tückó haja. Mi? Más imidzse van. Egy ország imidzse van a fejének. Először megláttam, azt hittem a Vágó Pista. Egyébként... De tényleg, meséld el a történet. Egyébként Pista, szóval tényleg neked hoztam. Mondj valami!
Mama, mama lát, láttad? Mama. Tegnap együtt vacsoráztam a mamámmal, és azt mondta, hogy béküljek ki a verebessel, mert amilyen undok még rengeteg problémát okozhat. Azt mondom, nem hagytak élni, az utcán jöttek emberek, hogy ennyire rosszban vannak a havasra. De tegyük föl, hogy mi tényleg rossz vagyunk. Ezek ott fönn, ezek szétrágják egymás agyát, belét kitapossák, legyilkolják egymást, arra szarnak. De hogy mi, az az országnak semmiben nem kell, hogy mi rosszban vagyunk. Hát de bocsánat, akik ott fönt utálják egymást, azokat érdekek vezérlik. Én abszolút spontán utálok. Egyébként, Tiszta, arról nem is beszélek, hogy milyen ritka a robbanó virág. Nagyon ritka. Egyébként a mama még azt is mondta, hogy a Hernádit se piszkáljam a kora miatt, és őt is engedteljen ki. Nem, ez kínai liget szépe, és jaj, fiatalító. Jaj, de helyes vagy. Köszönöm. Össze vagyok nőve. Azt mondd meg. Azt mondd nekem, honnan tudtad, hogy a sárga rózsa kedvenc? Ezek együtt fognak vacsorázni, figyelj! Na, hazakíséri a verebes. Most már egymás között bevallom neked, hogy a gyártással vetettem. Azt mondtam, ne legyen drága, és minél rondább. Őszintén ezt is ők vették? Nem, azt mondtam. Jó, van rendben. Ha tudnál azt, hogy ide a felesége hozott az RTL klubba. Téged? A majd hozott el ide, igen. De nem érdekes. Fölmerül a kérdés, hol voltál egy hete, Henrik? Azaz. Csak így bemondom a televízióban, szóval a kedves feleséget hozott ide, úgyhogy... Honnan? Jóban vagyok a családdal, mert... Hát ezek így keresztül kasulni. Henrik, akkor vedd úgy, hogy én jelképesen vettem neked egy Fradi béletet. És még kapsz az egy Tordján képet is, bekeretett. Engem nem említett a kedves mama? Majd, azt ki kell érdemelni. Egy éves a heti hetes. Happy birthday to you! Happy birthday! Egyet. Pénteken, én gondolkodtam rajta, hogy ki mit köszönhet ennek az egy évnek. Gávölgyi művész úr meg sokszor oszta a népszerűségét. A bajor végre népszerű lett. Eredetleg azt mindegy. Verebesről. Ő most szereti meg a Svajdát, a Nemzeti Színházat, és előbb-utóbb azt hiszem a Viktort is, ha így halad. Drága a gyerek tanítatása, ugye? Nagyon. Farkasházinak egy év alatt sikerült lecseréltetni az autóját. Jáksóról nem jut eszembe semmi, mert... olyan, mint egy tojás a kotló tyúk alatt. Muszáj engem a feneke alá képzelni? Pénteken ünnepélyesen megnyitották a Sydney nyári olimpiai játékokat. Nagyon szép volt a megnyitó, nézzétek? Akkor még alszom! De ne arra mutjuk fel, akkor még alszom rá egy napot. Miatt nálunk már csütörtökön adták. Nekem nem mond. Én kedd óta nem vagyok otthon. Várjál, egy dolgot el szeretnék mondani, ez nem poén, csak nagyon szomorú lesz várhatóan az ország, mert a műsor háromnegyed részéig nincsenek magyar esélyek. Az utolsó napokban lesznek a magyar esélyesek, és itt mindenki tragédiáról fog beszélni. Az Index internetes újság szerint Orbán Viktor titkos kormányhatározatban arra kérte az állami vezetőket, hogy ne utazzanak közpénzen a Sydney olimpiára. Kérte őket?
kérlek. Azt mondja, gyere, ne utaltatok köszönöm. Tényleg, azt mondja, jól van, akkor nem utaltatok. Bocs, ez az új stílus. Nem, én azt szeretném, hogy minél több állami vezető utazzon a Sydney olimpiára, csak benne még egy kérdésem, ugye a jó jugosztravellel. Édes, hogy öten utaznak, ugye? Viktor meg négy hát mások. Elmondhatná a híreket. Mondom, protokoll költségen így csupán öten mennek, költségvetésük összesen 1 millió forint. A Magyar Millenniumi Kulturális Napok ottani rendezvényei szervezésének hátterében a happy end áll. Bocs, akkor már tudom a dolgot, Henrik. Szóval az a dolog, hogy spórolásból utazzunk minél kevesebben az olimpiára. Én megyek, jó, te nem? Én tudom, hogy 250-270 ezer forint a jegy oda-vissza. Az hogy megy bele az öt ember az 1 millióba? 1 millió 300 Az a legkevesebb. Igen. Szóval nem tért bele. Mert lehet, hogy csak oda váltották meg a jegyet. Reménykedtem. Szóba hoztátok a happy endet. Azt tudjátok, hogy a tűzijátékot miért tették át a parlament elé augusztus 20-án? No. A happy end a Gellérthegyből is levett volna 20%-ot. Egyébként megint kérdezik, faggatják a borokait, hogy mibe fog kerülni ez a millenniumi. Ez az umbuld az egészben, hogy nem az olimpiára mennek, hanem a millenniumi magyar napra. Állítólag ott senkit nem érdekel az egész olimpia, mindenki erre a délelőtti kultúrműsorra kíváncsi, mert 600 minisztériumi ember megy oda. Nagyon rossz indulatok vagytok, a két nappal ezelőtt megjelent 168 órában, mert a legfrissebb. Benne van, hogy minden magyar állampolgára összesen 76 forint 50 fillér plusz áfa jutott az ünnepi költségvetés, vagy Stumpf kancellária miniszter mondta. Aztán ez egy, azt mondja, hogy egy tortaszelet árával azonos. Hát most akkor nem tudom a beigliből, hogy lesz torta, de ez nem olyan sok, ez a 76-50, ennyit megért ez a tűzijáték. És 1 milliárdba került, tehát van ki. Az Ausztrál Demokrata Párt... Majd amikor ennek a vircsapnak vége lesz, az lesz a happy end. Az Ausztrál Demokrata Párt szerint az olimpia alatt kerülendő, vagy más szavakkal helyettesítendő a sajtóban használt szexista szóhasználat. A lista szerint nem helyes a passzív hölgyek, aktív lányok, a formás, a csinos és a hercegnő szavak használata. A fotósokat óva intik, hogy a nőket szexuális tárgyként örökítsék meg. Hát ez szintiszta hülyeség. Hát akkor eltúlsálják ki a mellene Otti fenekét, a Jill Devesnek vegyék le a körmeit, a kőbálita meg nyakig bújjon be a hajóba. Hát akkor... Igen, mert még NDK-sok lennének, azt megérteném. Iszonytató bajusszal ott Urike úszott, mint az állat, de... Ha már ez nincs is. Figyelet, hogy férfiakról megint nincsen szó. Szóval egyáltalán nem vagyok feminista, de azért legalább ebbe szó hát lehetne róla. Azt szoktam mondani a vitre, hogy de szép nagy parka van. Ha passzív hölgyek, meg aktív lányok, ezeket nem lehet mondani, akkor azt sem lehet majd mondani, hogy és ott áll a férfi a cél előtt. Vagy... Mindjárt csúcson! Az miért megalázó egy nőnek, hogy hercegnőnek nevezik? Ezt most csak őszintén. Ez csak úgy megkérdezik, pedig nincsen semmi humor. Engem még nem aláztak. Meg nem az. Ennek az egésznek egyébként, bocs, hogy közbevágok, amerikai médiatikai tankönyvekben szerepel, egy újságíró. Na? Egy újságíró, ha egy interjút készít egy férfivel és egy nővel, mondjuk egy miniszterasszony és egy miniszterrel, Amerikában megbüntetik azt az újságírót, akinek az írásából, ha kivennék a neveket, kiderülne, ki a férfi és ki a nő. Én egyszer a Kósánénak megdicsértem az új frizuráját, hát abban olyan hihetetlen botrány lett az egyetemen, a diákok számon kérték, hogy miket tanítok én neki. Pedig én csak azt mondtam, olyan kis helyes ez az új frizura. Ezért pénzbüntetés járt. Erről van szó. Egyetemeken Amerikában egy tanár nem meri előre engedni a diákját, bocsáss meg, nem engedi emberi jogi
szempontból feljelenti a nő, hogy miért különbözteti őt meg. Amikor előre kell menni a tanárnak, szóval iszonyú nehéz ügyek ezek. Hogy jötték ki ebből az egész ügyből aztán a végén? Azt nem értem, csak a frizuráját dicsérte meg a Kósáninak, vagy úgy egészében is úgy tetszett? Szóval. Most egyébként a Magda megdicsérhetné a tiédet is. De tényleg miért kellett levágni? Tünemény, de tünemény. Miért kellett? Hát hullik neki miatt. Miért kellett? Hogy? Egyszer csak jött egy ötlet, hogy... Hát te arra, hogy ez egész jól néz ki. Fiatalkoromban mindig ilyet voltam. De már nem vagy a Gálvölgyéhez akartam hasonlítani, de rájöttem, ez a pálya nem. Miért nem egyforma volt a hajó? Ja, de igen. De hogy csak hát gondold el a képességeket. Azt mondanám, hogy... Na... Azt mondanád? Azt mondanám, hogy bubi frizurás, de divatosan inkább pubi frizurás. Eltalált a gyerekkoromban, ez volt a becenevem. Havas bubi? Pubi? Neked is? Neked. Ezek így vannak a torgánnal, így vannak. A két pubi excentrikusok. Na, menjünk tovább, na. De ezzel most nem kell visszaélni. Vége a kutyakomédiának, jelentette ki Csúcs László, aki az Orbán torgyán találkozó után nem kíván többé pénzügypolitikai kérdésekkel foglalkozni, mivel folyamatosan figyelmen kívül hagyják a frakció álláspontját. Bejelentését Bánk Attila sajnálattal vette tudomásul, aki Csúcs Lászlóra a jövőben kulturális területen számít. Ott, hát biztos, ott biztos más a helyzet. Hát a rádióban már bizonyított, hogy ahhoz piszkosul ért. Az nem kutyakomédia, az egyenesen tragédia. Kutya tragédia. Azt tudjátok, hogy a Csúcs egyremek PM főosztályvezető volt évtizedeken biztos, keresztül. Biztos, el tudom képzelni. Illetékügyekkel foglalkozott, igen. Ez így van. Most viszont a kisgazdapárban mindenki a tökéletes helyre került. Tolgyán mezőgazdaság, Szabadi futball, Szabó honvédelem, Csúcs kultúra. Utóbbiről tudnék mesélni. Egyébként azért emeljük meg a kalapunkat Csúcs előtt, én is emelem, engem második helyen rugott ki a rádióból. Csinálhat egy ember egyszer jót is azért. Bocs, mert folytatod, mi az, hogy második helyen? A Mester volt az első. Nem, én voltam az első. De hogy volt? Ezen vesztek össze. No, ha, hogy az öreg veterán. Ugyanaz, de arra, hogy a nőknél is mindig mindenki a második. Ez kész, ez nem olyan probléma. Hogy milyen szomorú az, hogy olyan világban élünk, ahol arra kell büszkének lenni, hogy engem kirúgtak. Szégyen ezek alatt dolgozni. 94 tavaszán azért ez egy elég. Igen, csak engem 94 telé rúgtak ki előtte. Hát várjál, 94 tavasz előtt volt 94 tele. Azon az évben, abban az évben, igen. A január hogy nevezett? 93 de, decemberje igen, utáni január... Na mindegy, ebben nem. Most azért az ilyen érdekes, mert én már őket körülbelül már, hát a Farkasházit nem tudom mióta, de hát legkevesebb, hogy 20 éve ismerő őket, és amikor megismertük, már akkor aktuális lett volna. Janikám, az egész baloldal utálja egymást, mi meg itt boldog szerelembe barátság. De miért gondolod, hogy ez a baloldal? Ez nem a baloldal. Hát innen nézve bal. A tévében jobb. Tévében jobb oldalon vagyok. Én a keresztény konzervatív. Tévében jobb? Oldal mellett állok. És akkor milyen az Alpacsi? Bocsánat, a Havas... Havas azt mondta, hogy a keresztény konzervatív oldal mellett... Ott állsz? Ott. Azért nevezett ki a Horn államtitkárnak, mert tudta ezt. Hát a Havas ezzel a haja az úttörő szövetségben van, gyerekek. Hát neki is kérdezik. 87-ben a Tények könyve című almanakban én írtam az adóreformról szóló fejezetet, és a szírta volna. Aztán azt hiszem, hogy a Békes írja, a Kornai János vagy a Havas. Azt hiszem, gyerekek, hát három, csak a Havas. Tényleg így van, éve... akkor ismerkedtünk meg, nagyon kellemes kultúrát embernek ismerte meg, aztán kinevezték alelnöknek, fölhívott, és azt mondta, hogy ő itt megőrül, megalázzák, rossz lelki állapotban volt, panaszkodott, aztán kinevezték alelnöknek, megint felhívott, tanácsot kért, azt mondja, mit csináljon, kérdezi tőle, azt mondja, a kedvenc műsoromat, a 168-rát kéne megszüntetnem. Hát azt mondja, akkor a politikai nyomás. Ez még teljesen normális emberként mondta. És utána aztán valami elromlott a lelkében, amikor legközelebb találkoztunk, akkor már remegett kezzel lába. Hát, sokat beszélt veled talán, nem? Megőrítették, lelkileg kikészítették. Ez tényleg itt. Gyerekek, én hazamegyek és előveszem újabb tragédiát, mert szerintem rosszul vannak hívva a szereplők. Havas Ádám, Havas Éva.
Vas Lucifer. Játék, ha lett volna heti hetes, című játékunk következik. Török Tamara budapesti nézőnktől érkezett a hír. Furcsa statisztika. Az 1886-os esztendőben összesen 2550 uralkodó kormányzott 74 nemzetet. Ezek közül az uralkodók közül 300-at letaszítottak a trónról, 64-et lemondásra kényszerítettek, 28-an öngyilkosságot követtek el, 23-an megőrültek a túlzott gyönyörű következtében, 100-at háborúban öltek meg, 123-at elfogtak, 25-öt megkínoztak, 151-et meggyilkoltak, 108-at pedig halálra ítéltek, és annak rendje módja szerint ki is végeztek. 86 éves a kapitány. De hogy ezt miért küldte el nekünk, szóval, hogy miért érezte, hogy ezt elküldte? Mert én olvastam egy könyvet is, erről ugyanezek vannak. Bánbántól az Orbánig. De ezt nem kell kommentálni. Nem. Ha volna idő, mindet felsorolnám, de most nem. Név szerint. Én nem kívánom egyiknek se azt, hogy letaszítsák őket a trónról, azt se, hogy lemondásra kényszerítsék, mert ez azért a stabilitást nagyban veszélyezte. Öngyilkosságot se kövessenek el, háborúba se öljék meg őket, Isten, ne fogják el, ne kínozzák meg, ne gyilkolják, ne... De azt nem bánnám, ha megőrülnének a túlzott gyönyörű következtében. Ez szerintem. De már így is. Lehet, hogy nem annyira jó nekik, de nekünk nekem jó. Az volt a bajom, hogy végignéztem. Nem, a uralkodók akartam mondani, hogy gyerekkoromban olyan bánatos voltam, az egész olyan világtörténet végiglapoztam, hogy találjak egy tivadalt. És egyetlen egy tivadalt találtam, egy másik tivadalt, abeszin császárt, akit elfogott az ellenség, és meg akarták kínozni, és hogy ne kínozzák meg, a börtönbe visszatartotta a lélegzetét. És rapcsolni kezdett. Meghalt. Hát gondolom, igen. Már nem él biztos. Hát mikor volt ez? Hát. Török Tamara nyert egy bögrét. Nagyon művelt a jobb oldal. A tantra tanítás. Látod, Henrik király volt, István király volt, Imre király volt, László király János volt. Én nem vagyok sehol se ennyit erről. De a na János megint. Az föld nélküli. Tessék, akkor azt is van. Ami van a... nekem földem. Jó. Apámnak volt egy darab, hogy el is hoztam magam. De a semmi, a Henrikből 8 volt. Az a nagy dolog, király. Az a nagy dolog. Teszünk egy próbát a Farkasházban, mennyire jött a sporthoz. Melyik király nyert olimpiát? Kérlek szépen, Konstantin 1960-ban. Miben? Görög király vitorlázásban. Milyen? Melyik? Vizen ment. Hát na, ennyit tudok segíteni. Tessék? Fogadjunk, nem tudod. Findingi. Eltaláltam. Findingiben. Na látod, hát hozzám fordulj. Olimpiai sportán még tudom, a Findingi. Én egy király is gyalog jár, neki is néha Findingi, hát ugye? Ha egymást cseszthetjük, akkor azt is mondd meg, hogy a Konstantin melyik király okona? Spanyol király. És az mit sportol? Az apósa. És az mit sportol? De azt oda lehet tűnni, hogy nem kamuznak-e. Én egy kérdésre. Hát, hogy kamuznánk? Ki volt a spanyol király felesége? Spanyol királyné. Köszönöm. Ennyi. Ebben is több. Csak azért mondtam, mert az is... Kis hülyék. Nem, a Juan Carlos is vitorlázott. Ki a Juan Carlos? De ki a Juan Carlos jövendőbeli veje? Ne. Na. Kész, Farkas a nevéseket. Na most te szórakozz velem a Juan Carlos apjával, az én keresztanyám együtt járt foci meccse. Az egész bajnajtóddal elmehetsz a francba, hát nézd meg ez miért. János Károly Zsopi a királynő lánya. Nekem nem mondja, neki mondja, ő nem tudja. A spanyol kézilabda válogatott jobboldali átlövőjével jár, aki a Barcelonában játszik, és nem üteszem a neve arról a téletbe. Akkor hármat. Valami basz. Én rámegyek erre idegileg, komolyan mondom. Nem, de itt ül mellettem egy... Mondd meg, ezek tanítanak bennünket. Igen.
Pedig mi tényleg hülyék vagyunk, hát? De miért? Hát itt ül, nem értettétek meg a mi értelmét, hogy mint másik tivada, itt tartom vissza a lélegzetemet hetek óta, és hallgatom, hogy Kisolyosziba ismerült a trafikos, az én keresztanyának a féja, a Real Madridnak, a Benficának, meg az Atletico Bilbaónak volt az edzője, és a spanyol királya járt foci meccsen. És én meg szarok mind a kettőtök. Érdekel, hogy ki elmesélem, kik kerülök én itt együtt. Akkor még magadról nem is beszéltél. Szerény vagyok, mint az állat. A tantra tanítása szerint a nőnek 7 különböző illatot kell magára hintenie a tökéletes együttléthez. Jázmin a kézen, bármilyen parfüm a nyakon és az arcon, ambrózia a mellen, levendula a hajon, mósusz az intim testrészek környékén, szantál a combon és sáfrány a lábakon. Egy amerikai felmérés szerint az uborka 13%-kal fokozza a nők intim testrészének vérkeringését. Most figyelj! A tökös rétes pedig 11%-kal növeli a libidóját. Most képzeljétek el, hogyha a tökös rétesből kihagynánk a rétest, akkor hány százalékot érnének el? Le van ez még kerekítve, a grillezett hús és a cseresznye viszont... Az uborkán gondolkodom, hogy az uborka. Hát szeletelve. Nem persze az. A pakolásként. A grillezett hús és a cseresznye viszont de a kis... De ne! Úgy át akarsz ezen siklani? Hát ez még ugyan... De van még valami ez még ugyanaz a hír. Végre valahol, ahol otthon vagy, mi? Hogy mondjam el? A grillezett hús és a cseresznye viszont a kísérlet minden alanyánál ellenkező irányba hatott. Ja, ez még ugyanaz? Hát ja. Na de hogy van ez, hogy én várok a nőre, az meg egy ilyen listával azt mondja, ámbő a hajon, levendul a vállon. Tudod, milyen a mosus jutni? Volt egy ilyen kölnim egyszer, de nem oda raktam. Nem szagolhatom. A ridikülben hordtad. Ezt kézzel, de összekeveri, ezt ma szatom, kezdhetem előre. De az milyen tényleg, hogy belegondolok, hogy milyen lehet, hogy mondjuk, hát nincs az az Isten, aki az én libidómat növelné, de mondjuk a... Mert ma eleve óriási neki. Én láttam egyszer a libidóját, az én minek... De most tényleg milyen, bejön egy ilyen ólábú csaj, mi? Így néz ki a csaj. Anyám, kend be magad a lába, csáfránnyal, mi? Libidódja majd! Hamarosan minden család postaládájában ott lesz a következő költségvetést bemutató kiadvány. Nem hiszem el, mert amit eddig mondtak, nekem egyik se érkezett. Én se kaptam meg. Én föl is írtam, hogy hamarosan. Mert mi nem érdemeljük meg, az én. Hamarosan. Hát az én pénzem, az nem azért, az én pénzem benne. A váruház mindig tud küldeni meg az is. Komolyan vesszük, hogy a közpénzekből... Ne mondja, hogy küldi, mert akkor várom, mint a Szilágyi Erzsébet a levelet. Ha komolyan... Az megírta, ne haragudj. Az megírta? Ölték. Ha komolyan vesszük, hogy a közpénzekből való gazdálkodás azt jelenti, hogy mindenkinek nem csak joga, hanem lehetősége is van tudni, mire fordítjuk az adóforintokat, mindegy, akkor jó, ha egy áttekinthető formátumú érthető jelentést vesz kézbe. Ezt elmondom még egyszer. Nem mondd el, mert semmi értelme a mondatnak, úgyhogy ez nem lett volna. Csoda, hogy ő el tudta mondani a saját szájában. Van az elején egy nagyon szép szó, nem vettétek észre, ez a vesz kézbe. Ha komolyan vesszük. Nem, a kiadvány. Kiadvány. Tehát a Pista hiányolja, hogy miket nem dobnak be neki. Én meg azt mondom, de én abszolút, hozzám csak dobják be nyugodtan. Imás központ, 4 milliárd, akkor dobjanak be nekem 400 forintot. Millenniumi zászló 20 milliárd, dobjanak be nekem a rámeső 2000 forintot. Tűzijáték 100 forint, és nekem... Épp már azt is megkapok. Állandóan ajándékot kapok. Hát gyakorlatilag most a... De kell... Annyit. Itt van ez a kormány, amit kaptunk. Ezután kell nekünk bármi ajándék. Szabolcs üzeni, hogy bocsánat. Beszéltem vele, Zalaegerszegen egyszer elütött téged. Nem tudom, emlékszel-e? Ő se volt benne, biztos, hogy észrevetted. Most is kómában van a derebe. Nem beszéltetek.
csak én most a hétvégén mindenfelé voltam az országban, és akkor őmes, képzeld, elütöttem elütött a veremet. Engem, aha, az zebrán. A zebrán így ment. Nem, Szabolcs. Így hát Pista, ha nem ütött volna el, nem néznék így. Azért nem. Nem szólt neked senki, hogy el vagy ütve. Nem is tudtál róla? Nem. Az kár volt megmondani neki. Hát. Most pedig úgy érti, egy egészséges ember. Nem vette észre állítólag. Zebrán ment, ő annyira nézte a Szabolcs, a verebes, és elütötte. Örömében. Aha. És állítólag ment tovább, autóval. Nem is tudsz róla? Nem emlékszem, meg nézted a Szabolcsot. Ó, Szabolcs, itt bum! Én ott voltam 6 évig Szabolcsban, de nem jutottak el egyáltalán. A Szabolcs utcaiban voltál. Utána, nem. 8 éve ezelőtt mentem föl a Margit utcán, ott úgy a... Igen, a Kupi mell, igen, tudom. A mi mit szólt, hogy mondtad neki? Nem, ott ugye meghúzatja mindenki, ugye, mert... Hát, na rá, Kupiba! Megyek oda, hát... És te mennyiért húzattál tenni? Nekem 60 volt. Olcsó volt a benzin. Igen? Tudod, mit mondok? 60-ért 2-t lehet húzatni, ezt csak mondom meg. És a tilosba ment át keresztbe a toldján, és én meg befékeztem. Azt a gyerek. És miért? Ebből gyerek ki. Hogy összetörik az autó. Megmentette volna a Fradit. Nem tette. Áruló. Én nem. Hagyom ám abba, hogy mondod. Ezt miért nem lehet azt mondani? Tájékoztatjuk önöket a költségvetés sarokszágnak. Önök is tudják, hogy miről van szó. Ez a lényege? De mi az a sajokszám? Mi az a sajokszám? Mit tudom én, szokták mondani. Ide van írva a sarkám. Sajok. Költségvetés költségvetési fejezetekből áll, és ezek a sarokszámok. A költségvetés... Most, igen. Csak ne olyan gyorsan el. Sarokszám. Költségvetés költségvetésekből áll. Kettős pont. Fejezetből. Három T-vel írja. Meg vagyunk, tanár. Jó, tanár úr. Lazán olajozottan behatolunk a reklámba, ne menjenek el, hamarosan folytatjuk. Leves. A legtöbb rovar vegyi vagy akusztikai jelekkel hívja magához a faja másnemű egyedeit, derült ki a Mezei Poloskák nemi életéről tartott párizsi előadáson. A szerelmi vágytól hevülő poloskák mindkét módszert használják. Mert van eszük ám nekik. De hogy hívják egymást telefonon? Hát mit tud egy rovar csinálni ezen kívül? Ja, de... Ha itt a tetű beszél. Állítólag poloskáknál a legnagyobb szerelmi gyönyörre lehallgatják egymást. Spanyolországból hívott szakértőt Polgár Árpád, a Polgár Galéria és Aukciós Ház tulajdonosa, hogy segítsen tisztázni a Bűnbánó Magdolna című alkotás eredetét. A Murillónak tulajdonított kép kikiáltási ára 44 millió forint, ám több szakértő kételyét fejezte ki a mű hitelességét illetően. Nyugat-Európában szakértők vitatkoznak, de egy állami múzeum nem vonja kétségbe, tehát ez mindenhol múlva jó lenne, csak mi kekeckedünk. Mindenesetre ez el fog kelni, a Mercedes kisbusz az nem biztos. Pedig az tényleg az. Hát abba bele lehet ülni, de a Bűnbánó Magdolnába azért nehéz beleülni, hát. Engem az egész kép nem érdekel, engem majd a vevő érdekel. Jó, de hát azt mondják, hogy ez egy berlini képnek a másolata. És a mester másolta. Én Madridban láttam a Prádóban a 12 apostolt Grékótól, aztán elmentem Toledóba, és mondom, lemásolta valaki, és mondták, igen, a Grékó. Állítólag 48 apostola van. Nem a galériásokra jut eszemre, annyi ilyen előítélet van, hogy ilyen hirdetéseket olvastam, hogy nagybetűkkel magyar műkereskedő vásárolna értékeket nyilván. Vannak előítéletek, hogy nem minden régiségkereskedő vagy ilyesmi tűnik magyarnak, és ez bizalmat kell. Ez még polgár is mit akar. És a kiváló festőmész barátom DNS Gábor kiment az Ecseri úti, most már nem így hívják. Használt piac. Használt piacot kifelé, hogy megyünk az Ötös úton.
és válogatott mindenféle... Mindenki megtalálja mindenféle, mindenféle szívszar képeket látott, mit tudom én, szarvas iszik a tóból, ilyesmi, és csak megállt a keze. Egy főiskolás korában festett, illetve rajzolt saját képét találta meg, egy nagy grafikát. És ártatlan arccal továbblapozott, aztán visszalapozott, megkérdezte, hogy az alpesi legelő mennyi, mondták, hogy 20 000, cigánylány filmesztenül csellóval 25, csak ártatlan arccal remegő kézelés ez, és erre a kereskedő a képen szalonnát tevett, és ilyen nagy óralánca, mint a cigánybáróból ránézett, azt mondja, az 200 000. Néz a Gábor, 200 000? 200 000. Ez? Hát ez egy rajz. Azt mondja, igen, de ez egy eredeti DNS, uram. És ette tovább a szalonnáján. A Gábor csak így néz, azt mondja, na de hát, de ez egy rossz állapotban levő rajz. Azt mondja, ez egy nagyon korai korszakból való kiváló munka, 200 000. Erre gondolta, hogy meglepi, és azt mondja, hát én DNS Gábor festem ő ezt, nagyon örülök, 250 000. Hihetetlenül ki vannak művelve ezek az emberek, hihetetlenül. Egyébként... Én figyelem is, az óraláncos szalonnázók, azok olyan műveltek újabban. Értenek a szakmájukhoz, a maradjunk. Azt lehet. Nagyon értenek. Egyet magyaráznátok meg nekem, hogy miért olyan fontos, hogy eredeti. Tudom az értéke, de az az eredeti, amit annak hiszünk. Én esküvőkön, névadokon szavaltak, az vagy hát nekem. Ez az, ez volt, ez, bocsáss, hogy csak közben pontosan, annyira megfogalmaztad. 2 évvel ezelőtt azt hittem, hogy eredeti. És kiderült, hogy hamis. Tudjuk, mire gondoltál. Tudjuk, mire gondoltál. Elég nehezen esik le. Ja. De milyen szívből jött. Én csak azt akartam, hogy én szavaltam esküvőkön, névadokon, és egyszer berántottam. Jézus, mit csináltál? Szavaltam. Na tessék, két sort mondjál el, tessék. Az vagy nekem, mit esnek a kenyér. De nem így, ahogy mondtad. Az vagy nekem, mit esnek így a kenyér. Így borzalmasabb, valóban. És tavaszi zápor küzdel. Megint mi lesz köztet? De jó Istenem, milyen miatt. Örök harcban ég, mint a kösvény. Jaj, ne. Itt pénze gondja ölnek. Csupa fény és boldogság büszke elmű. Kell még? Mondjak még? Gyere, fölsírom, gyere! De mi? El fogom mondani. És a, nem csak a zöld... Ne haragudj, versen csak éjfél után. Arra vártam, mikor leszek az övé. Ami meg azt akartam mondani, csak, hogy ünneplünk. Hát mi van, ünneplünk. És hát a tisztelt publikum az imént nem értette meg, hogy én mire értem, hogy 2 évvel ezelőtt. Én értem. Szeretnék érthetőbben fogalmazni, hogy mi 1 évesek vagyunk. Az is egy ünnepség. Volt a kormány is 2 éves. Ugye? Az is egy ünnepség volt. De mi leszünk 5 évesek is. Lehet, hogy amikor ez adásban megy ez a műsor, ott ül majd egy fiú a tévében szem, és azt mondja, azt te csak hiszed. Igen, mert itt a 2 évesek mondják meg, hogy kik lesznek 5 évesek. Megbocsátási tanfolyamot tart a Líci Egyetem egyik pszichológia professzora. Ken Hart szerint a bennünk lévő halmozódó gyűlölet súlyos betegségekhez, így magas vérnyomáshoz és szívkoszorú ér problémákhoz vezethet. Hát akkor a Kövér László már az intenzív osztályon kellene. Én hoztam magammal valamit, ez egy hirdetés. Vérnyomásmérő akció csak a magyar fújmolvasóinak. Biztos tudják, hogy miért. De hogy van nekem, nagyon alacsony a vérnyomásom, akkor igyak egy kávét, vagy gyűlölködjek egy kicsit? Küldtek egy viccet, azt én elmondanám. Csak nem, nagyon érdekes. Borbé Zsolt, a Boresz, küldte a Heti Hetesnek. A vicc, tömören mondom, hogy a pokolban minden ország népének van egy külön üstje. És mindenhol vannak őrök. És vezetik be az új delikvens, azt a németek. Azt mondja, ezeket hogy tartják be az üstbe, hogy nem ásznak ki. Aztán mindig felmutatunk egy táblát, hogy a üstből kimászni tilos, és akkor mindenki benn marad természetesen. Azt mondja, és ezek az oroszok, ezek hogy maradnak, hogy nem másznak ki? Azt mondja, ezeket gépfegyverre, abban a pillanatban akar lenni, puff rá a gépfegyver, és abban a pillanatban visszamegy. Azt mondja, hogy a magyaroknál nincsen őr. Azt mondja, de nem is kell, ha itt valaki ki akar mászni, a többi visszarádja. Te beszéltél Gorbacsóval, azt mondtad múlt héten, hogy beszélsz majd a Gorbacsóval. Na az, ami volt.
Találkoztam. Hogy viselte a hajadat? Csak ennyit mondja. Azt mondja, havas, hát téged már megszoktalak, vagy mit mond? Eddig fölrakott egy vöröset is ide, hogy... Nem, a következő történt. A Hotel Adlonban találkoznak, az egy világhírű szálloda, Brandenburgi kaputól 50 méter, újjáépítették. Ott szállt meg rajtam ki, még Churchill, Eden. Poincaré. Na, és mondom neki, hogy Csernobilra emlékszünk, itt a Kursk katasztrófája, sok a hasonlóság, például, hogy most is elhallgatnak egy csomó dolgot, hazudnak. Azt mondta, hogy nem, én ezt rosszul láttam, Csernobil egy műszaki probléma volt, őt már reggel 8-kor értesítették, másnap a politikai bizottság összeült, de azért nem tájékoztatták a népet, mert nem tudtak még szakértői véleményeket produkálni, most ugyanezen a kurszkal. Ő beszélt Putyinnal, most sem volt elhallgatás, ez egy műszaki probléma, ki kell deríteni a műszakiaknak. És mivel ugye szinkrontolmáccsal beszélgetünk, nem lehetett csak úgy közbevágni. Megfogtam a kezét, és mondom, ne haragudjon. De ki is? Hogy örülhetett? De nem akarta engedni, így elrángatta a kezét, de mondom, most álljunk meg, hát itt álljunk meg. Hát mondom, hogy beszélt itt műszaki problémáról? Ez egy gazdasági társadalmi... Nem nyomtál be neki egyet. Mondom, ez egy gazdasági társadalmi probléma. Mondom, az orosz hadiflottának 4,5 milliárd dollár az évi költségvetése, az amerikainak 150. Putyin, mondom, akivel nemrég találkozott ön, azt mondta, hogy a birodalmi véderő legfontosabb oszlop a haditengerészet, ehhez képest a Kursz kapitánya 180 dollárt kapott. És hát mondom, arról még nem beszélünk, hogy 140 atomtengeralattjáról és atommeghajtású cirkáló rohad a kikötőkbe, és nem szedték ki. Erre képzel, a Gorbacsov fölállt, azt mondja, maga mindent jobban tud, ha maga minden számot tud, akkor mit akar? Ő is rájött rögtön, nézd meg! Erre a lánya, a nagyobbik lánya ott ült, átrohadt a producerhez, hogy így még nem beszéltek a Gorbacsovval. Mire mondták, hogy... Hát, vigyázz! És még örüljön, hogy így megúszta. Miért? Végül is nem is lőhetted volna. Aztán visszaült, így megveregett, így megemelkedett idegességében, visszaült, és megveregett, na jó, magam magyar, a magyar temperamentum, azt mondta. Így a Gorbacsov, így! De ez hol lesz ennek a kész átverésbe, vagy hol? Jaj! Megbántotta most a herr. Azért már ne áramuljatok, azért mert itt ülök, azért meg egy komoly újságíró vagyok, szóval azért. Mi nem is mondtuk egy szóval. Egy ember nem mondta. Hát mit, nincs is humorod, mit mondanák ezt. Havas néni, nem én voltam. A külföldiek budapesti ingatlanszerzési korlátozásáról elhíresült Grespik László, na, a fővárosi közigazgatási hivatal vezetője egy újságban a következőket írta. Sajnos a többségi kisebbség által elnyomott kisebbségi többség ebben az országban a magyar. Befogadunk mi mindenfajtát. Jogos önvédelemből vissza kell kissé fognunk egy időre. Ne próbálják megérteni, mit olvasom. Ne próbálják megérteni. Különben a turáni átok, a jószívűség önveszélyessége megöl bennünket. Idézzél még? Egy másik idézzel. Ne, hadd idézzem, ne, János Lészes, te idézzél. Idézd te. Grespiktől. Azt mondja... Na, de figyeljenek, igen, mert úgyse értenek semmit. Az idegen szívűek, akik tudnak valódi történelmünkről, azért gyűlölnek minket, mert tudják, hogy a Föld első írott kultúrát hordozó államalkotó népe vagyunk, minden műveltség tőlünk ered. Hülye angolok, azok magyarból fordítottak angolra. Honfoglalás előtt. Olvassál. Ja? Ne, ez a legszebb. Azt, hogy a magyar gyűlölők kinevetik majd cikkemet, de lélekben félni, nagyon félni fognak. Én nem vagyok magyar gyűlölő, de én félek, hogy ez szabad lábon mászkál. De vigyázzatok, mert ez a főpolgármesternek a főnöke, jól mondom? Jól mondott, köszönöm, milyen hivatalvezető. Közigazgatási hivatalvezető, minden jegyző főnöke. Ezt figyeljék. A Kárpát-medence megszentelt hely. A földanya kisugárzása itt jelöli ki a világ közepét, a pólust, mai nevén Pilist. Dobogók közelében található meg a földgolyó legnagyobb földsugárzási keresztpontja. A Szent Koronával szellemi kapcsolat... A Szent Koronával szellemi kapcsolat vehető fel, a korona leginkább Visegrádon érezni jól magát.
Az emberi faj DNS-ének adott hosszegységén 2-3 csavarodásra van, míg a magyarnak és a japánnak zárójában, akikkel távoli rokonok vagyunk, 9. Ami megegyező a Siriusról a földre jövő fény megcsavarodási számával. Na most ez az ember teljesen nyilvánvalóan... abnormális. De várjál! Minden ilyen dumának kell, hogy legyen egy poénja. Várjál! A poén a következő. Ezt az embert Stumpf István javasolta Orbán Viktor miniszterelnöknek. És ő el is fogadta. És elfogadta. Ez a vicc. Na de tudod miért? Mert azt mondja, származásunk misztériumára utal többek között a 3 gízai nagy piramis, és a Pilisben bizonyos helyek pozíciója léte. Na de figyelj, a magyarok mondja, a piramisokat ottan építették. Azt mondja, hogy Jézus nem zsidó, hanem vérünkből való. Pártos Szkíta Hun herceg volt. Pártus. Én olvastam, pártus. Nekem vendégem pártus volt a napkeltében. De ilyen nincs. Én azóta a nyomorékja vagyok. Aki ennyire nem idegen szívű, azt miért hívják Grespiknek? De mindegy. Legalább magyarosítana, csak ne havasra. Delhusza John táncdalénekes nem mehetett el a vitézi rend beavatási ceremóniájára a Városligeti... Itt van. Azt hiszem, hogy egy őrültek házában élek, nem? Egy hír, ami így kezdik. Delhusza John táncdalénekes nem mehetett el a vitézi rend beavatási ceremóniájára. Miért akart elmenni? Hát mert vitézi is... Azt keres a Delhusza John a vitézi rend beavatására. Mert ő... Almán vitézről nem hallottál, még kis? Hát úgy hívják, vitéz alsó és felső tiranai Delhusza John. És nálam már itt függöny van, de olvasd nyugodtan tovább. Hát csak gondoltam, a Vágó István föltesz a kérdés, mondjuk két albán vitéz. Skanderbeg, Delhusza John. Nem mehetett el, Delhusza John táncdalénekes nem mehetett el a vitézi rend beavatási ceremóniájára a Városligeti Fasoron lévő református templomba, mert rohammentő vitte kórházba. Delhusza szerint az a cigaretta okozhatta rosszul létét, amivel éjszaka egy ismeretlen meg kínálta. Biztos, biztos. Ezt eljátsszuk, ismeretlen. Tessék egy cigit. Engem még soha nem kínáltak meg ismeretlen. De azt nem így szívják, nem így, azt így szívják. Ja. Bár aztán jobban érezte magát, de úgy érezte, a várható szóbeszéd miatt erkölcsi érzékéhez méltatlan, ha megjelenik az avatáson. De szívva? Úgy igen. Szerinte a vitézi etika azt követeli meg, hogy az ünnepélyes szertartást semminek sem szabad megzavarnia. Azért nem ment el, hogy ne zavarjam. De hát, hogy kinek jut eszébe egyáltalán, ez egy teljes idő. De képzeld, amikor olvastad az újságban, hogy megjelentek, mint a Pol Péter lovag, gróf Komár, Báró Oracki László. Elének nem születtem, róftam, de nem is baj. Úgyis hozzáütnek. Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter magánemberként szerette volna megtekinteni a pusztaszőlősi gázkitörést. Na ezt játsszuk majd el egyszer. Elment háztűznézőbe. Erre vagyok. Makóról tartott szabadkígyósra és Csürhés István kaszaperi polgármester felajánlotta neki, hogy elkíséri. Egy kezes lábasba öltözött molos nem engedte őket a kitörés közelébe, mert megsértették a behajtani tilos tábla jelzését. Csürhés polgármester hiába mondta, hogy ne vicceljen, egy miniszter ül a kocsiban. Deutsch Tamás otrombasságnak tartja a vele történteket. Mint magánember, ugye úgy megnézhette volna ezt a kitörést, úgy, mint mindenki más jó távolról. De mint magánember, az ember nem hajt be egy behajtani tilos táblán. Örüljön, hogy nem büntették meg. Azt tetszett, hogy válaszoltak a MOL szakemberei, mert ugye ő azt mondta, hogy péntek délután is semmit tevésükben találta ott az embereket. 15 perceként váltják egymást, az aszbeszt ruha alatt 85 fok van, így feküdtek, azt mondja, hogy ezek a rohadtak délután is semmit tevés. Napoznak itt, mi? Szíják a jó levegőt. Melegednek. Szerintem most már a PR... Azért ment, hogy mágián, mint a Szent Johan. Ezt akarom mondani. A PR-osom mondta neki, Tamás, csinálj már valamit. Ennyit tudok. Mivel? Behajtani, tilos, nem baj, bemegyünk. Keresünk egy jó kis gázkitörést neked. Na, puszta szöktörő! Várjatok, hoztam egy cikket, mert mikor ment Makóból Jeruzsálembe, vagy hova? Szabad kígyós. Szabad kígyós. Ez egy megyei labban jelent meg, pici, rövid cikk, megnézni a minisztert, ez a címe. Mi? Megnéz? Megnézni a minisztert.
Sokan tegnap azért is szívesen jöttek a makói spolcsanok avatására, mert látni akarták a minisztert. Dajs Tamás pedig pontosan érkezett a rendezvényre, vidám volt és megnyerő, és ezt a tömegben álló hölgyek is hamar megállapították. Mint ahogyan azt is, hogy jól áll neki a rövid haj, és most már nem beszél olyan gyorsan, mint korábban. Gerő elvtárs és Réva elvtárs is akkor? Amikor a miniszter megérkezett, sokan Lábújhegyre álltak, hogy jobban lássák. Ám nem nagyon kellett pipiskedni. Hiszen bár nagyon sokan voltak az ünnepségen, az ISM első embere magas. És most is kinőtt a tömegből, mint egy jelenlévő mondta találóan így, a búzatáblából a rost száll. Ez mikor kiadvány? Hát ez azt jelenti, hogy nem való oda, ennyit jelent. Búzatáblában. De ilyenkor. Ilyenkor szeretném azt mondani, ha megkérdezik, hogy mivel foglalkozom, letagadnám. Ez azt mondom, nem újságíró, ez nőgyógyász. Ez rokkant ez az újságíró. Ennek nincs keze, ez szegény a nyelvével kellett, hogy írjon. Gondoljátok bele, hogy milyen lehet valaki mondjuk magánemberként megy egy autóval, azt mondja, csürhés elvtárs. Vagy Azt mondja, Béluskám, mondjuk te vagy a sofőr. Ja nem, miniszteri vagyok, van. Ja. Igazán. Béla. Nem itt lakik a... Hagyjál! Nem, menjél már! Elnézést, átmentünk valaki, ja. Vigyék a... Nem érdekes, csak jöjjön meg. Sürhés nem itt lakik? Sürhés. De. Menjünk már be hozzá. Alig, hanem a közelben van egy gázkitörés. Menjünk már be. Béla. Igen. Van magánál kezes lábas? Van. Menjen már a francba. Ja, van. Az best, boss. Ez best. Az best. Mész így kezes lábasba. Igen. Nem? De ki vagyok én most? Mindegy. Most a izé van. Kurva most melegem van. Te vagy a munkás. Ja, munkás vagyok? Jó. Nagyon meleg van. Azt mondja, én vagyok csürhét. Jó, oké, van, oké. Gyere már, én vagyok, hogy hosszú. Most ezt én... Menjen már meg kirúgom, ne hozzon rá. Milyen miniszter? Miniszter, mi? Hogy hívják? Nicht Deutsch. Nem beszélek. Deutsch. Nicht Deutsch, hülye. Deutsch. Táblát lát. Engedjen már oda. Most te vagy a munka. Ezt már tegnap leadják a péntek esti vigadóba, esküszöm. Ha terhelhetek mindenkit magánéleti részletekkel... Na! Na mi van? Anyukám vele? Azt mondta, hogy öltözködjek lazábban. Én felajánlottam itt mindenkinek, hogy ilyen feliratos pólókba, de aztán ez lett belőle, úgyhogy megint öltözködj. I love Bajor. Ne, csak... Nem törekvő gyerek, törekvő gyerek. Mondták, hogy a feliratos pólóból baj lehet. Bemegy például az orvoshoz egy lány, és veszi le a pólóját, mutatja, hogy nagy H betű van a mellén. Hogy a barátom a Harvardra jár, és a hülye egyetemi pólóját szeretkezés közben sem veszi le, és úgy rányomódott. Nem tudom, hogy az orvos hülye le. Jön a következő, egy nagy P betű van a mellén, veszi le, mutatja, hogy a Princetonra jár a barátom, és az egyetemi pólója szeretkezés hülye le. Jön be a harmadik, veszi le a pólóját, látszik egy hatalmas dupla dél mellé. Állj, mondja az orvos, ne szőlne egy szót se, a Westernre jár a barátja. Nem, a barátnőm jár a Michiganre. Vannak játékaink nem is egy, például ha lett volna heti hetes, ehhez kérünk szépen a múltból, régmúltból híreket, ezt majd mi megzenésítjük, és kérünk szépen kommentárokat is a műsor elején elmondott hírre. Több olyan e-mailt kaptam, hogy ilyenkor mondjam el még egyszer, de nem mondom el. Ezen kívül a Danubius Rádióban lehet jegyeket nyerni, a Jáksó 620-nek elnevezett műsorban, erre a bizonyos felvételre. Ezen kívül telefonálhatnak is, sőt, telefonáljanak, én örülök neki. A telefonszámunk 061-203-0253. Ha írnak ebben az esetben a címünk 1119 Budapest, Sopron út 40. És van még e-mail címünk is, hetihetes@rtlclub.hu. Nem udvariasságban mondom, komolyan, én remélem, hogy mindenki jól szórakozott. Találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra.